Sziasztok! Ez itt a Több, mint innovatív. A Tesla megkéri befektetőit, hogy az éves találkozón szavazzák meg az új stock splitet. Ez azért érdekes, mert ezek szerint arra számítanak, hogy újra 2000 dollárra fog menni a részvényár. A stock splitre nem csak azért van szükség, hogy a kis befektetők meg tudják venni a részvényeket, hanem azért is, hogy a dolgozók meg tudják venni azt. Több Tesla dolgozó, így többek között farzad is megörősítette, hogy 2000 dolláros részvényárnál már szinte lehetetlen megvenni a dolgozóknak a részvényeket. Ez azért van így, mert a legtöbb Tesla dolgozó két hetente kap fizetést. Ebből a két hetente félrerakott százalékból aztán évente egyszer vásárolhatnak részvényt. A legtöbb átlagos dolgozó évente nagyjából 2000 dollárt költ részvényekre. Így egyértelmű, hogy ha a részvényár 2000 dollár köré megy, akkor nem tudnak már csak egy részvényt venni évente. A Drive Tesla Kanada megosztotta, hogy szemfüles Tesla vásárlók rájöttek, hogyha megrendelik az FSD-t, hónapokat nyernek a kiszállítási dátummal, akkor is, ha lemondják azt átvétel előtt nem sokkal. Most a Tesla bezárta ezt a kiskaput. A teljes önvezetés lemondókon fölé tettek egy üzenetet, hogy a szoftver lemondása jelentősen növeli a kiszállítási időt. Közben Ilon már a 10.12-t használja. Nagy javításaik vannak a trükkös telezöldes kereszteződésekhez, és általánosságban a nagy forgalomhoz. Közben jól haladnak a single stack verzióval is. Ezzel kapcsolatban megkérdezték Maskot, ő mit vezet. Kiderült az alfa verziót. Majd a beta kijövetele előtt átvált arra, hogy lássa, mit kapnak a vásárlók. Karadába tényleg megérkezett az FSD beta, de egyelőre csak nagyon szűk körben elérhető. Vannak olyan helyek, ahol nem is működik az FSD, ilyen például Torontó belvárosa. A torontói villamosokat nem kezeli jól a szoftver. Ilon azt is megosztotta, hogy André Kárpáti négy hónapos tanulmányi fizetett szabadságon van. Sok Tesla youtuber egyből ráugrott erre a hírre, és már olyan nyitóképeket készítenek, amelyekben megkérdezik, hogy vajon Kárpáti ott hagyja el a céget. Szerintem egyébként nincs erről szó. Ahogy Szóér is megosztotta, amíg asok velük van, nincs gond. Én még hozzátenném, hogy ilyen, és asokon kívül egy nagyon jó csapat dolgozik a szoftveren. Így óriási érvágás lenne, ha bármelyikük ott hagyná a céget, de ez még nem jelenteni az FSD végét. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az egészet Ilon irányítja, így ő is egy fontos szereplő. Továbbá egyetértek ezzel a Twitter felhasználóval, hogy ez már lényegében olyan, mint az Operation Vacation. Ha lemaradtatok volna az André Kárpátis is videóimról, ez annyit jelent, hogy a csapat elmehet nyaralni, és a szoftver magától fejlődik. Számomra inkább ez egy pozitív jel. Egyrészt Ilon és a cég maga biztos hogy André nélkül is tud működni négy hónapon át, másrészt már lehet, hogy elérte azt a szintet a szoftver, vagy akár a dojo is, hogy gyakorlatilag önmagától is fejlődik. André is hozzászólt a dologhoz. Valóban elment utazni és pihenni, azután, hogy öt éve dolgozik a Teslánál mivel ez egy tanulmányi szabadság, nem csak pihenni fog, hanem dolgozni is. Neurális hálózatokat fog trénelni. Már is hiányoznak neki a robotok, a videokártyák és a dojo. André tweetje is csak egy újabb megerősítés, hogy már állnak valahogy a dojo -val. Végül hozzátette, alig várja, hogy visszamehessen. Pope of Muscanity megkérdezte Ilontól, hogy mikor várható a következő hulláma az FSD beta tesztelőknek. Ez csak azért kérdezi, mert ha több mint egy hét, akkor törölné magát a listáról, és egy hétig legalább így vezetne. Ilon megosztotta, hogy a 99-es fsd bétozkort elérteknek jön 29-én este. Ilon megosztotta egyébként, hogy Európába a balkormányos piacokra nyáron, a jobbkormányosra pedig néhány hónappal később jön az FSD. Persze ez egy kicsit függ az engedélyek megadásától. Egy korábbi tweetben Ilon már jelezte, hogy a legközelebbi ország, Kanada után Norvégia lehet. André egyébként az Egyesült Királyságban és Európában tölti a tanulmányi szabadságát. Egyetértek Omarral abban, hogy ez egy nagyon pozitív jel az európai FSD-nek. Jó hír, hogy az oklahomai törvényjavaslat, amely megakadályozta volna a Teslát az államban történő eladástól és szerviztől, megszűnt. Az egyik, múlt héten átadott első 30 berlini Model y már is neki ment egy pirosnál egy autó. Sajnos még a csera alkatrészre is várnia kell a szerencsétlenül járt tulajnak. Közben a Tesla megosztott egy remek videót a Giga Berlinből, és hozzátették, vannak nyitott pozícióik is. Nem is kevés nyitott pozíciójuk van Berlinben. Ahogy Ilon jósolta, egyre többet érnek a használt Teslák. Amerikában az átlag használt Tesla ára elérte a 65 ezer dollárt. Musk utána néz, hogy be tudják-e kapcsolni a centrimódot Izraelben, hogy ne történjenek ilyen esetek. Ilon nem véletlenül nem szereti a szakszervezeteket. Egyik vezetőjüket elítélték azért, mert 2,2 millió dollárt nyújt le az emberektől. Ilon szerint a szlogenjük az is lehetne, hogy azért küzdenek, hogy lenyújják az autómunkások bérét. Amíg a szakszervezetek milliókat nyúlnak le a munkásoktól, addig a Teslánál a dolgozók lesznek milliómosok részvényeken keresztül. Kicsi, de fontos differencia. Alig nyílt meg Giga Berlin múlt héten, már is csak egy hetünk maradt a Giga Texas megnyitójáig. Ilon megosztotta a meghívót. Kiderült, Cyber Odeo lesz az esemény neve április 7-én. Úgy gondolom, ez egy újabb pozitív jel a részvényárral kapcsolatban. Köszönöm mindent Patreonos és Youtube támogatómnak is a támogatást, nézzetek rá a merch boltomra és az egyéb linkekre is a leírásban. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést. Ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek!